közel 80 díszruhás lovag érkezett Újfehértóra a Magyar Pálinka napjára. Mindegyik lovagrend a saját zászlója alatt egyedi ruháiban vonult a templomi szertartásra. A négy hazai mellett három határon túli lovagrend is részt vett a találkozón, melyet minden évben december 6-a körül tartanak, ugyanis Szent Miklós nem csak a gyermekek megajándékozója, hanem a pálinka védőszentje is. Éppen ezért a lovagok fejet hajtottak Szent Miklós előtt, majd egy szentmisével hálát adtak az idei év gyümölcsterméséért, végül pedig ikonszenteléssel köszönték meg a Pálinka Mikulásnak az egész éves segítséget. A december 6-a Pálinka napja lett, Szent Miklós püspök a pálinka főzők védőszentje, és az ajándékozáshoz kapcsoltuk ezt a ünnepet. Minden évben ez a tájévnek a lezárása, gyakorlatilag valamilyen formában hálát adunk a természetnek, hogy a gyümölcs rendelkezésünkre állt, és hát reménykedünk abban, hogy jövőre legalább ilyen évet tudunk zárni, vagy még jobbat. Igazából egy zárás, és ehhez a ajándékozáshoz még hozzátartozik, hogy a Magyar Pálinka Lovagrend Egyesület nevében azt hiszem 10. alkalommal, vagy 9. alkalommal egy pálinka licit, egy jótékonysági árverés kerül meghirdetésre, és ennek az összegnek a jelképes átadása az ilyen alkalommal történik meg. A lovagok mintegy 1 400 000 forintot gyűjtöttek össze egy jótékonysági pálinka árverésen, melyet az újfehértói Isten szülő oltalma gyermekekért egyesület részére ajánlottak fel. Ezt követően maguk közé fogadták és lovagi ruhába öltöztették Nagy István agrárminisztert is. A Pálinka Lovagrend eddigi tevékenysége olyan nagyszerű eredményeket hozott a magyar pálinka elismertetésében, népszerűsítésében, és a küzdelmünk miniszterként is, szakmailag is ugyanaz, és az a megtisztelő felkérés érkezett, hogy lépek a tagjaik sorába, ennek nem lehetett ellenállni. Az együttműködést erősíteni, ezeket a baráti kapcsolatokat építeni, és közösen tovább népszerűsíteni a magyar pálinkát, szerintem egy fantasztikus dolog. Az ünnepségen további három lovagot is avattak, valamint két lovagot kitüntettek a pálinkáért vívott harcuk elismeréseként.